Köszöntöm kedves nézőinket a Városháza Nagy Tanács terméből, ahonnan élő közvetítést adunk Ózd Város Önkormányzatának képviselőtestületi üléséről. Át is adom a szót Janicsak Dávid polgármesternek. Az ülést ezennel megnyitom. Azzal kezdünk, hogy a határozatképességünket meg kell állapítani, ezért kérek mindenkit, hogy a szavazókészülékét kapcsolja be, és aki úgy érzi, hogy jelen van a mai ülésen, az egy igen gomb megnyomásával jelezze ezt számunkra. Anett, még egyszer. 15 fővel, azaz teljes létszámmal a képviselőtestület jelen van. A kiküldött meghívóban minden képviselőtársam megkapta a mai ülés napirendi pontjait. Kérek mindenkit arra, hogy a napirendi pontok elfogadásáról szavazzunk most. Tizenöt egybehangzó igen szavazattal a képviselő testület a mai ülés napirendi pontjait elfogadta. Az ülés vezetését átadom Zsukonyó Anett alpolgármesterasszonynak. Köszönöm szépen, polgármester úr! Üdvözlök én is mindenkit a mai testületi ülésen. Rá is térünk a napirendi pontjainkra. Az első napirendi pontunk javaslat köznevelési feladatokat ellátó ingatlanok egyházi tulajdonba adására. Előterjesztője polgármester úr. Polgármester úrnak adom meg a szót a szóbeli kiegészítésre. Köszönöm szépen, a polgármester asszony, tisztelt képviselő testület, kedves vendégek! Azért itt egy megvilágításra szükség van, hogy miről is szavazunk most, és hogy mi is ennek az oka, hogy szavaznunk kell róla. Tehát tavaly decemberben az országgyűlés elfogadott egy törvénymódosítást, melynek keretében lehetőséget teremtett az egyházaknak arra, hogy azon oktatási nevelési feladatot ellátó intézményeket, melyben jelenleg is ők működtetik az oktatást, elkérhessék az önkormányzatoktól tulajdonjogba. Tehát, hogy a tulajdonjogát az önkormányzat ingyenesen, térítésmentesen átengedje nekik. Az egyháznak február 28-áig kellett jeleznie, hogy mely épületekre tart igényt, nekünk pedig, mint Ózdváros önkormányzata képviselőtestületének augusztus 31-ig, azaz a mai napig döntési lehetőségünk van róla, hogy átengedjük-e ingyen ezeket a tulajdonjogokat az éppen aktuális kérelmező egyháznak, avagy nem. Az elmúlt időszakban az önkormányzattól, az elmúlt bő 10 évben rengeteg feladatot és hatáskört vettek már el. Ezt a kormányzat mindig úgy csinálta, hogy döntési lehetőség nem volt, meghatározott egy bizonyos dátumot, amikortól az a bizonyos feladat, az a bizonyos hatáskör elkerült az önkormányzattól. Ez az első alkalom, hogy az önkormányzatnak, a képviselő testületnek lehetősége van dönteni róla, hogy átengedi-e a vagyonát, az épületek tulajdonjogát. A legutóbbi alkalommal bizottsági ülésen már volt egy vita ezzel kapcsolatban, és utána további megfontolás érdekében a képviselőtestület üléséről le is vettem ezt a napirendi pontot. Én szeretném az értelmetlen vitát megelőzni azzal, hogy pár alaptételt fektessünk le, tehát hogy mindenki tisztán lásson, főként a kedves tévénézők, az ózdiak. Tehát az egyháznak társadalmi és hitéleti jelentőségét senki nem vitatja, sőt támogatja, hiszen szükségük van az embereknek arra, hogy olyan közösség részesei lehetnek, ahol gyakorolhatják a hitüket, és az egyház a hitélet gyakorlásán kívül rendkívül erős társadalomformáló szerepet is betölt. Ezt az önkormányzat, én azt gondolom, de inkább csak a magam nevébe beszélek, támogatom, és büszke vagyok arra, hogy az egyházak az elmúlt időszakban megerősödtek, és a feladatukat egyre inkább, az elhivatottságukat egyre inkább betöltik. Az oktatásban betöltött szerepe az egyháznak szintén jelentős, ez elvitathatatlan, és az általuk működtetett iskolákban az oktatás kiemelkedő szinten működik, és arra is lehetősége van az egyháznak, hogy ezeket az épületeket felújítsa, karbantartsa, több pályázati lehetősége van, és több saját vagyona is van arra, hogy ezeket az épületeket, intézményeket megfelelően karbantartsa. Zavartalan és jó az együttműködésünk az egyházzal. Tehát szeretném, hogyha ezt sem kérdőjelezné meg senki, ugye most a római katolikus egyházról van szó, hiszen ők azok, akik kettő oktatási nevelési intézményt is a városunkban működtetnek,
Személyesen dr. Ternyák Csaba egri érsek úrral is szoros kapcsolatot ápolunk, és több alkalommal egyeztettünk már egyébként ebben a kérdésben is. Az épületek egyébként, amiről szó van, hiszen ez még nem hangzott el, az egyik a II. János Pál katolikus általános iskola, a másik pedig, engedjék meg, hogy így fogalmazzak, hiszen az egész város így ismeri, a Szixi. Ezek az ingatlanok együttesen nagyságrendileg 1,2 milliárd forint vagyont jelentenek az önkormányzatnak. Vannak példák arra, hogy, és jól működő példák vannak arra, hogy hogyan tudják az iskolákat kezelni és működtetni, mondjuk az állami fenntartó, a Klebersberg központ, akivel az épületekre vagyonkezelési szerződésünk van, valamint a szakképzési centrum épületre és vagyonkezelési szerződésünk van. Jól látható és tapasztalható a városban, hogy több épületet pályázati forrásból az elmúlt időszakban felújítottak úgy, hogy a mi tulajdonunkban van, de ők a vagyonkezelők. Ilyen a Bródi Imre szakközépiskolának az épülete, vagy éppen a Gábor Áron szakképző és szakközépiskolának az épülete. Mind a kettő jelentős felújításon esett át az elmúlt időben, de egyébként tudok a mi oldalunkról is mondani, tehát például a Csépányi általános iskolát, az pedig az önkormányzat újította fel, szintén egy pályázati lehetőségnek köszönhetően, hiszen akkor nekünk volt lehetőségünk arra, hogy ezen a pályázaton elinduljunk. És akkor fordítsuk le a mostani kérdést arra, hogy konkrétan mi is történik, mi az, ami előttünk van. Tehát az önkormányzati vagyon az nem a mi vagyonunk, az az ózdi lakosságnak a vagyona. Minket azért bíztak meg az ózdiak az elmúlt választáson, hogy őket és az ő érdekeiket képviseljük. Ebbe benne van az is, hogy az ő vagyonukat kötelességünk megőrizni, azzal jól kell gazdálkodnunk. Tehát 1,2 milliárd forintos vagyont ingyenesen átadni a római katolikus egyháznak, az az önkormányzatnak pontosan 1,2 milliárd forintos vagyonveszteséget jelent. És bármennyire is, ahogy már az alaptételben lefektettem, tiszteljük és becsüljük az egyházat, onnantól kezdve nem az ózdiak vagyona lesz az épület. Itt maradt természetesen a városban, tehát fizikailag senki nem hordja el, de abban a pillanatban, hogy mi átadjuk, az ózdiak közvagyona megszűnik. Onnantól kezdve a római katolikus egyház vagyona lesz, az pedig nem egy választott szerv, az nem az ózdiak képviseletére lett létrehozva, nem választják a képviselőit, a vezetőit, onnantól kezdve az ózdiak vagyona átszállt egy másik szervezetre, ami nem az ő szervezetük. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha a jövőt is figyelembe vesszük, ugye vannak olyan információk, hogy más ózdi oktatási intézmény is szeretne egyházi fenntartásba kerülni. Amennyiben ez is megtörténik, onnantól kezdve az egyház ismét benyújthatja az igényét arra, hogy azt az épületet is ingyenesen a tulajdon jogába átadjuk. Tehát akkor ennek nem tudom, hogy látjuk előre, hogy hol lehet a vége. Egy biztos, hogy 2012 óta az önkormányzat jogi és hatáskörei jelentősen csökkentek, feladatkörei jelentősen csökkentek, rajtunk kívülálló intézkedések és törvénymódosítások okán, amikbe beleszólásunk nem volt. Most az első alkalom, hogy a képviselőtestület kinyilváníthatja a véleményét, dönthet arról, hogy a vagyonát átadja ingyenesen, avagy nem adja át. Egyébként jó példa egy másik napirendi pontunk, szintén egyházi kezelésben lévő ingatlan, az Alkotmányúti óvodának az ingatlana. Ezt az érsek úrral való tárgyalás során megbeszéltük, és kompromisszum kész volt, ezt nem is kérte el, és most, tehát ingyenesen elkérhette volna ezt is, és most az önkormányzat hamarosan dönteni fog arról, hogy közel 70 millió forintért értékesíti, tehát ekkora bevétele lesz belőle az önkormányzatnak, ami azt jelenti, hogy az ózdiak vagyona ide kerül hozzánk, anyagi források tekintetében, amit ráfordíthatunk a város működtetésére és fejlesztésére. Amennyiben ez is ingyen ment volna el, nem lenne ilyen lehetőségünk. Tehát én azt gondolom, hogy ezt több szempontból is át kell gondolni. Én is sokat rágódtam rajta, senki előtt nem titok és nem rejtem véka alá. Sokáig úgy gondoltam, hogy a törvény értelmében ezt át kell engedni, azóta felülbíráltam a saját véleményemet is az előbb elhangzottak alapján.
Én kérem a tisztelt képviselő testületet, hogy senki se érzelemből, senki se politikai alapon döntsön, jól megfontoltan az ózdiak érdekét figyelembe véve és az esküjét figyelembe véve hozza meg a maga döntését és tárgyalja meg az előterjesztést, majd a két határozati javaslatról döntsön. Az első határozati javaslat a II. János Pál katolikus általános iskoláról szól, a második határozati javaslat pedig a Szikszi épületének tulajdonjogáról szól. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönjük polgármester úrnak a szóbeli kiegészítését. Tárgyalta a pénzügyi és gazdasági osztály, valamint az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság. Kis Sándor elnök úrnak kérem az állásfoglalást a bizottságról. Köszönöm, elnök asszony. Igen, pénzügyi és a gazdasági bizottság, Oktatási, Kulturális és Sportbizottság együtt tárgyalta a napirendi pontot. Én nem is szeretnék kiegészítést hozzátenni, hiszen a polgármester úr nagyon jól összefoglalta a indokain, és ez a szavazáson is tükröződik. A bizottság, a pénzügyi és gazdasági bizottság első határozati javaslatot, ami a II. János Pál katolikus általános iskoláról szól, az egy igen szavazattal, 7 nem, 1 tartózkodás mellett nem fogadt el. Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság ugyanezt a határozati javaslatot 1 igen, 5 nem szavazattal nem fogadt el. A második határozati javaslatot, ami az úgynevezett Szikszi-ről szól, a pénzügyi és a gazdasági bizottság 1 igen, 7 nem, 1 tartózkodás mellett nem fogadt el. Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság a második határozati javaslatot 1 igen, 5 ellenszavazat mellett nem fogadt el. Köszönöm szépen, elnök úrnak! Hozzászólások jelentkeznek. Dr. Csúszda Gábor képviselő úré a szó. Köszönöm szépen, alpolgármester asszony, tisztelt képviselő testület, tisztelt vendégeink. Először is engedjék meg azt, hogy gratuláljak mind képviselőtársaim, mind az egész képviselőtestület nevében Kocska Ágnes igazgatóasszonynak, aki az elmúlt napokban vehetett át egy igen rangos egyházi kitüntetést, a Szent Gellért díj arany fokozatát, amelyet ugye az egyházi oktatási intézmények kiemelkedő pedagógusainak szoktak odaítélni. Rendkívül büszkék vagyunk arra, hogy egy ózdi pedagógus megkaphatta ezt a kitüntetést. Munkáját köszönjük, és a továbbiakban is sok erőt és sikert kívánunk hozzá. Méltatlan vitának azt gondolom, hogy helye ebben a kérdésben már csak azért sem, mert az egyházról van szó, és a gyermekekről van szó az oktatásról. Nincsen, ezért nem is szeretnénk kezdeményezni. Függetlenül a döntéstől, hogy milyen döntés születik ma itt, mi szeretnénk megköszönni az egyháznak, most különösen a római katolikus egyháznak azt a munkát, amit az ózdiak érdekében végeznek az oktatáson keresztül, hiszen a legfontosabb kincsünket ápolják a gyermekeket. Hálásak vagyunk azért, hogy bizalmat szavaztak Óznak és az ózdiaknak, és több intézményt most már óvodát, általános iskolát és középiskolát is működtetnek városunkban, és bízunk abban, hogy ez a folyamat nem megszakadni vagy lassulni fog, hanem felgyorsulni. Én személy szerint kifejezetten bízok ebben. Hiszen az ózdiak érdeke az, hogy minél színvonalasabb oktatásban részesüljenek a gyermekeink, és hogyha valaki ellátogat akár a Szikszi, akár a II. János Pál általános iskolába vagy óvodába, akkor láthatja azt a szellemiséget és azt a munkát, amit ők ott végeznek, mind a pedagógusok, mind az őket segítő munkatársaik, amelyhez ezúton is csak gratulálni tudunk, és köszönjük nekik. Tehát a mi érdekünk, az ózdiak érdeke az, hogy ez az oktatás ez tovább folytatódjon. És én azt gondolom, hogy ezeknek az épületeknek ezt a célt kell szolgálni. Hogy most az önkormányzat tulajdonában van, vagy az egyház tulajdonában, szerintem ez egy lényegtelen kérdés. Ez az én véleményem, én eszerint fogok szavazni, ezt a véleményt osztják képviselőtársaim is. A lényeg az az, hogy a gyermekek milyen oktatásban részesülnek, és hogy ezek az intézmények, ezek az épületek, amelyek itt maradnak, teljesen mindegy, hogy kinek a tulajdonában vannak, az önkormányzatnak vagy az egyháznak, ezt a célt fogják szolgálni.
Mindaddig, ameddig ezt a célt szolgálják, addig oktatási intézményként is fognak működni. Én hiszem azt, hogy a város gazdagabb lett azzal, azáltal, hogy az oktatási tevékenységnek egy részét átvette az egyház, mint már mondtam, el kell látogatni ezekbe az intézményekbe, és ez bárki látni fogja. És a mi véleményünk az az, hogy a város nem lenne szegényebb azáltal, ha ezek az épületek átkerülnének az egyház tulajdonába, sőt gazdagabbak lennének, mert tudomásom szerint az egyház már fejlesztéseket tervezne, többek között a Szixi épületében. Ezek az épületek tehát bárhogyan is döntünk, itt maradnak, az ózdiak, az ózdi gyermekek érdekét fogják szolgálni. Én annyit kívánok csak minden képviselő társamnak és polgármester úrnak is, hogy lelkiismeretüknek megfelelően szavazzanak, és a magasztosabb célt, tényleg a gyermekeink oktatásának a minőségét és a tulajdonképpen a jövőnket tekintsék maguk előtt a legfőbb mércének, amikor ebben a kérdésben döntést fognak hozni. Köszönöm szépen. Polgármester úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, alpolgármester asszony. Képviselő úr szavait és véleményét jó magam is osztom. Én többször tapasztaltam már, és láttam azt, amit képviselő úr elmondott, hogy milyen színvonalú oktatás zajlik az egyházi intézményekbe, és egyébként szerintem a legmagasabb példája annak az oktatási színvonalnak az az, hogy az önkormányzat által alapított ösztöndíjakat, ugyebár minden év kezdésekor, október elején szoktuk igazgató úr jelenlétében odaadni a diákoknak, és a Szixi kimagasló mértékben jeleskedik, nem is a számban, a diákok számában, hanem abban a fejlődésben, ami a 2016-os ösztöndíj megalapításától történt napjainkig, tehát abban az iskolában nőtt leginkább a jól tanuló és kiválóan tanuló diákoknak a száma, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy az egyházi oktatásnak ebben jelentős része van, és én azt gondolom, hogy az elmúlt időszak már megmutatta azt, hogy ezek az egyházi intézmények milyen jó helyet töltenek be Ózdvárosában, és azért kértem egyébként szót, mert elfelejtettem a bevezetőmben elmondani, hogy a Római Katolikus Egyháznak nyilván fel fogjuk a döntést követően ajánlani azt, hogy egy magasabb szintű, hogy fogalmazzak, jogviszonyban tudja az iskolákat működtetni, vagyonkezelési szerződést fogunk indítványozni az egyháznál. Ez sokkal magasabb jogköröket jelent, mint ami jelenleg van, és bízok benne, hogy így sokkal bátrabban vágnak bele ők is azokba a fejlesztésekbe, amik ugyanilyen szerződéssel az állami fenntartású iskoláknál vannak, és ők is belevágtak a fejlesztésekbe. Köszönöm szépen! Következő hozzászólásnak Obbágy Csabának adom meg a szót. Tessék, képviselő úr! Köszönöm szépen, alpolgármester asszony! Hát a bizottsági döntéseknek és a polgármester úr hosszas bevezető gondolatainak a ismeretében egy néhány gondolatot magam is szeretnék elmondani. Ugye itt elhangzott már polgármester úrtól és az előterjesztésből is kiolvasható, hogy még 22. decemberében 7-én fogadta el a 2022 évi 78-as törvényt az országgyűlés, amik minden magyar önkormányzatra egyformán vonatkozik, ahol az egyházi fenntartó működteti a köznevelési vagy a szakképzési iskolát. Tehát ez a törvény, úgy gondolom, bármilyen furcsa, az ózdiakra, Ózdra ugyanúgy vonatkozik, mint az összes többi hasonló önkormányzatra. A törvényesség betartására pedig tudomásom szerint dr. Almási Csaba jegyző úr hivatott, ezért kíváncsi vagyok az ő álláspontjára. Gondolom kellő módon felhívta az előterjesztő figyelmét arra, hogy a törvény ránk is vonatkozik. Miután szerintem elég világos és egyértelmű, hogy ebben a helyzetben a képviselőtestületnek törvényesen nincs más lehetősége, mint átadni a tulajdonjogot, és aki másképp érvel, másképp szavaz, az szerintem jogszerűtlenül dönt. Hiszen a törvény még garanciákat is tartalmaz azokra az esetekre, amikor a tulajdonjog visszaszáll az önkormányzathoz. És akkor engedjék meg, hogy mik ezek a garanciák, hogy olvassak Ternyák Csaba érsek úr leveléből egy néhány mondatot. Az állam elismeri az egyházak magyar történelemben végzett értékes, kultúrateremtő, megőrző és átadó munkáját, az oktatás, nevelés, az egészségügy, a szociális és kulturális szolgáltatások terén ellátott
jelentős feladatát és fontos társadalmi szerepét. Ezt egyébként polgármester is elmondta a maga részéről. Na, ennek részeként az egyházi köznevelési szakképző intézményekbe járó gyermekek, tanulók, illetve szüleik jogainak védelme érdekében a törvénymódosítás az egyházi fenntartók számára biztosítani kívánja az állami és önkormányzati tulajdonú épületek és az ezekhez tartozó ingóságok tulajdonságát mindaddig, amíg ezekben köznevelési, szakképzési tevékenység folyik. Megismétlem, mindaddig, amíg ezekben köznevelési, szakképzési tevékenység folyik. Folytatom. A tulajdonjog átruházása esetén az önkormányzat számára anyagi terhet jelentő kötelezettségek szűnnek meg. Erről eddig nem volt szó. Az Egri főegyházmegye addig lesz tulajdonos, ameddig az átruházott vagyont közfeladat ellátására használja. Tovább nem. De hát kinek mi is a célja valójában? Sajnos naponta halljuk a híradásokból, hogy keresztény embereket ölnek, pusztán azért, mert megvallják a hitüket. Az országgyűlés pont a hitüket gyakorló keresztény családok, tanulók, szüleik és tanáraik védelme érdekében, véleményem szerint nagyon helyesen, hozott egy törvényt. Ezzel a törvénnyel megy most szembe az Ózdi képviselőtestület baloldali többsége valamiért. A gondolatot nem folytatom, mert mindenki meg tudja válaszolni magának, hogy miért. Köszönöm szépen. Mivel jegyző úr meg lett szólítva, így kiadom meg a szót. Tessék, tisztelt jegyző. Képviselőtestület, akkor vezessük le a folyamatot jogi szempontból. Tehát az országgyűlés 2022. december 7-én módosította az egyházak működéséről szóló törvényt. Ebbe két módosítási halmaz van. Az A minket nem érint, a B, az pedig azt jelenti, hogy abban az esetben, ha az egyház már kapun belül van, tehát fönntartóként működtet általános iskolát vagy középiskolát, megadja neki azt a jogot, hogy február 28-ig levélben bejelentse igényét ezekre az ingatlanokra. Ez meg is történt az érsek úr által. Február 28-áig megjött, hogy miket szeretne az egyház tulajdonba venni. A törvény úgy fogalmaz, az eddigiektől eltérően, hogy amennyiben az egyháznak ez az igénye beérkezik, ezt az egyház tulajdonába kell adni, és erre vonatkozólag szerződést kell kötni. Amennyiben a szerződés nem kerül megkötésre, abban az esetben az egyháznak joga és lehetősége van, hogy bírósághoz forduljon a Magyar Polgári Törvénykönyv alapján. Ez egy közigazgatási per, ahol kérheti, hogy a bíróság hozza létre ítéletével a szerződést. Tehát ez egy teljesen más eset. A jogszabály nem azt mondja, ahogy eddig, hogy ezek az ingatlanok az egyházi igénybejelentés alapján ipso iure az állam tulajdonába kerülnek, nem ezt mondja. Nagyon világos és egyértelmű lenne, ha a jogalkotó szándéka ez lenne. Ha azt mondaná, hogy amennyiben az egyház február 28-ig ezen igényét bejelenti, a törvény erejénél fogva mondjuk 2023. július 1-i vagy szeptember 1-i hatállyal az egyház tulajdonába kerül. Nem mond ilyet. Azt mondja, hogy szerződést kell kötni. No most ezt kinek kell tárgyalni? 1,2 milliárd forintról van szó. A mi helyi vagyonrendeletünk alapján, meg az ügy súlyánál fogva, ezt a képviselőtestület tárgyalja. A képviselőtestület képviselői az rendelkezésre álló adatok és információk alapján fogják kifejezni a véleményüket. Megnéztük azt a részt is, hogy jogszerűtlen lesz-e ez a döntés. Mivel jogszabály, a törvény azt mondja, hogy szerződést kell kötni, és erről dönteni kell a testületnek, és még megadja a bírósági út lehetőségét is, így jelzési kötelezettségem nincs ebben az irányban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen jegyző úrnak. Polgármester úr kért szót. Öné a szó, polgármester úr. Köszönöm szépen. Én az elején kértem, hogy ne csináljunk ebből politikát, pártpolitikát. Sajnos elhangzott, hogy baloldali többség. Ez sajnos a Fidesz országos retorikája, ami nagyon nagy problémát jelent a társadalomnak, és a közösségi médiában már mémek is születtek erről, hogy vagy fideszes, vagy
vagy ellenzéki, vagy fideszes vagy, vagy baloldali. Ezt próbáljuk már meg itt legalább ózdon felülemelkedni. Tehát nem csak Fidesz van meg baloldal, hanem létezik olyan, hogy független képviselők. Vannak baloldali képviselők ebben a csapatban, de a többségük független képviselő, aki nem tekinti magát egyetlen oldal támogatottjának sem, vagy egyetlen oldalt sem támogat, csak az ózdiakat, úgyhogy ezt a többiek nevében is kikérem magunknak, nincsen baloldali többség Ózdon. Egyébként önök ülnek baloldalon. Köszönöm szépen. Kis Sándor kért szót, öné a szó, képviselő úr. Köszönöm, elnök asszony. A előző bizottsági ülésen, ami egy pár hét ezelőtt volt, akkor magam tényleg erőteljesen érveltem az mellett, hogy ezt a önkormányzat ingyenesen nem szabad átadni. Most azt gondoltam, hogy nem fogok hozzászólni, hiszen mindenki megértette a polgármester úr szavát, hogy ne vigyünk bele politikát, de olyan dolgok hangzottak el, ami mellett nem lehet elmenni. Hát nem lehet elmenni az mellett, hogy mi törvényszegés követ el az testület. Hiszen a törvény azt mondja ki, hogy a képviselő testületnek lehetősége van szavazni. Én elhiszem, hogy a Fideszen belül az a szokás, hogy amit mondanak fönt, azt ugyanúgy végig kell csinálni, de ha nekünk, mint önkormányzati felelős képviselőknek lehetőséget biztosítanak, hogy szavazzunk, akkor hadd döntsem már én el, hogy a város érdekében milyen szavazást, milyen döntést fogok hozni. Azzal kapcsolatban, hogy lényegtelen, hogy kinek a tulajdonában van az épület, nem hiszem, hiszen ez, ahogy elhangzott, 1,2 milliárd forint. Azt mondja az előterjesztés, hogy valóban a ingatlan és ingó vagyon, vagy azok helyében lévő vagyonelemek tulajdonjoga akkor száll vissza ingyenesen az eredeti tulajdonosra, ha fenntartó jogutó nélkül megszűnik egyik pontja. Hát szerintem igazán nem fog megszűnni az egyház, de nem biztos, hogy ez elegendő indok arra, hogy önkormányzat ne adja oda. És van még egy pont. Hát a szerződés aláírásával feltétlen, véglegesen és visszavonhatatlan hozzájárulást adja ahhoz, hogy Ózdváros önkormányzata kikerüljön a tulajdonosoktól, törésre kerüljön, és a egyház, mint tulajdonos bejegyzésre kerül. Én azt gondolom, hogy semmilyen törvényszegés nem követel a képviselő testület, hanem inkább felelősen gondolkodik és megtartja az Ózd vagyonát. Köszönöm. Köszönöm, képviselő úr, dr. Csúszda Gábornak adom meg a szót. Köszönöm szépen, alpolgármester asszony. Ugyanabban a szellemben szeretnék hozzászólni, hogy méltatlan vitának szerintem helye nincs ebben a kérdésben, mert komolyabb dolgokról van itt annál szó, az oktatásról és a gyermekekről. Azonban kis képviselő úrnak tényleg csak annyit, hogy bízom benne, hogyha majd egyszer elszámolásra kerül a sor, hogy például a II. János Pál Katolikus Általános Iskola felújítására fordított körülbelül 1 milliárd forintot, amit az egyház ráköltött arra az iskolára, majd miképpen térítené meg az önkormányzat, ugye az egyháznak, ha majd valamikor visszakerülne, ne adj Isten, az az intézmény az önkormányzathoz. Kíváncsi leszek, hogy majd akkor is ilyen vehemens lesz-e, és hogyan fogja azt a kérdést kezelni, és itt ezt a témát le is zárnám. A másik pedig az, hogy belementünk itt jogi fejtegetésekbe, szakmámból kifolyólag én is szeretnék azért ehhez hozzászólni, tehát a jogszabály, ha valaki nem csak az előterjesztést olvasta, hanem a jogszabályt is, akkor ez egyértelműen kimondja, hogy kötelező átadni. Tehát, hogyha az egyház kéri, február 28-áig bejelentette, akkor kötelesek vagyunk átadni. A mi döntési lehetőségünk, és jegyző úr mondta, hogy meg kell vizsgálni, hogy mi ugye a jogszabály, mi volt a jogalkotó célja. Szerintem a jogalkotó célja pontosan az volt, hogy lehetőséget biztosított arra, hogy magát a szerződést, amit megköt egymással az egyház és az önkormányzat, annak a feltételeit tárgyalás útján, az önkormányzat és az egyház közötti tárgyalás útján úgy lehessen kialakítani, hogy az megfelelő legyen mind a két fél számára. Tehát nekünk nem abban van lehetőségünk, hogy eldöntsük, hogy át akarjuk-e adni vagy sem, hanem abban, hogy a szerződésnek a feltételeit úgy alakítsuk ki, hogy az előnyös legyen mind a kettő fél számára. Tehát, hogy követel az önkormányzat itt most
jogszabálysértésre vagy sem, én ebbe a kérdésbe egyáltalán nem mennék bele, mert szerintem ennek itt egyáltalán nincs helye. Ez, hogyha esetleg elkerül majd egy olyan fázisba az ügy, de én azt gondolom, hogy mivel ez egy sokkal méltóságteljesebb kérdés annál, hogy bírósági úton szerezzen esetleg érvényt az egyház ennek az igényének, én nem gondolom, hogy ebbe a fázisba eljutna valaha is ez az ügy. Én azt gondolom, hogy ebben nekünk sem kell belemenni, és kérek mindenkit, hogy tényleg a méltóságát próbáljuk meg megtartani ennek a kérdésnek, mert csak hálásak lehetünk az egyháznak, mert amit ők véghez visznek itt Ózdon, a legnehezebb közegben, ha most az általános iskoláról vagy az óvodáról beszélünk, azért tényleg csak hálásak lehetünk, mert egy olyan kérdést oldanak meg a városunkban, amely előremutató és a jövőbe vetett hitünket kell, hogy erősítse. Köszönöm szépen. További hozzászólás nem látok. Kérem, szavazzunk az első határozati javaslatról, a második János Pál katolikus általános iskola és óvoda ingatlanainak egyházi tulajdonba adásáról. Kérem, szavazzunk most. Megállapítom, hogy 5 igen, 10 nem szavazattal az első határozati javaslatot a képviselőtestület nem fogadta el. Második határozati javaslat, a Széchenyi István katolikus technikum és gimnázium ingatlanának egyházi tulajdonba adásáról. Kérem a szavazást. Megállapítom, hogy 5 igen, 10 nem szavazattal a második határozati javaslatot sem fogadta el a tisztelt képviselőtestület. Köszönöm szépen, mehetünk a második napirendi pontra. Javaslat az Ózdi belterületi 5036 helyrajzi számú természetben Ózd alkotmányút 2 szám alatti ingatlan hasznosítására kiírt pályázat elbírálására. Előterjesztője az eseti bizottság elnöke, Kis Sándor képviselő úr volt a bizottság elnöke. Neki adom meg a szót a szóbeli kiegészítésre. Köszönöm, elnök asszony. Eseti bizottság elnöke és a pénzügyi bizottság véleményét is mondanám egybe. Köszönöm. A képviselőtestület 70/2023 7. ó. 17-i határozatában döntött a ingatlan értékesítéséről. Eseti bizottságot hozott létre, amelynek a feladata a pályázat lebonyolítása volt. 3 jelenkező cég adott be pályázatot, ami minden 3 formai követelménynek megfelelt, viszont 2 cég a értékbecslés értéke alatt adott be vételi összeget, ami alapján így érvénytelen volt 2 pályázat. 1 érvényes pályázat volt a Stabil Alapingatlan Kezelő Kft.-nek. A bizottság javasolja a Stabil Alapingatlan Kezelő Kft.-vel a szerződés megkötést. Köszönöm. Köszönöm szépen, és akkor kérem a pénzügyi és gazdasági bizottságnak a döntését. Köszönöm szépen. Hozzászólást nem látok. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról. Nem volt. De már most meg szavazás lett volna. Jó, dr. Csúszda Gábor képviselő úr. Legközelebb egy kicsit hamarabb, jó? Köszönöm. Köszönöm szépen, alpolgármester asszony, bár öntől a kioktatást azt ne haragudjon, de nem fogom annyira nagyon magamra venni. Nem, csak időbe kell a gombot. Köszönöm szépen a szót, és ugye itt is egy az előző napirendi ponthoz kötődő kérdésről van szó, hiszen ahogyan az polgármester úr is elmondta, többször volt tárgyalni Ternyák Csaba, dr. Ternyák Csaba Egriasek úrnál azzal kapcsolatban, hogy ugye alapvetően az igényt erre az épületre is bejelentette volna az egyház. Ugye önök megegyeztek abban, hogy erre az épületre nem jelentik be, és önök pedig támogatni fogják ugye a Szixinek és az általános iskolának az átadását, ha jól tudom, ebben egyeztek meg, és itt zárójel bezárva. Magáról a kérdésről, hogy az alkotmány úti épület értékesítése az önkormányzatnak mennyiben jó, mennyiben nem. Ugye itt is egy olyan kérdésről van szó, hogyha szorosabb lenne az együttműködés az egyház és az önkormányzat között, akkor most valószínűleg nem erről a kérdésről tudnánk beszélni, hanem arról, hogy az alkotmány úti épületet éppen felújítaná az egyház, és az óvoda az továbbra is ott működne. Se baj, mert
egy újabb épülettel gazdagodik a város, hiszen a Kazinczy úton már szinte azt mondom, hogy 80% feletti készültségi szinten áll az új katolikus óvoda épülete, és köszönhetően tárgyalások sorozatának, ugye személyes jó ismerősöm van a baptista tevékeny szeretett szolgálatnál, akin keresztül ugye sikerült figyelmükbe ajánlanom ezt az épületet, sikerült megoldanunk ezt a kérdést is közösen, természetesen a város vezetésével, hogy ez az épület ne maradjon üresen, mert megvárom. Tehát, hogy ne maradjon üresen a továbbiakban ez az épület, hisz tudjuk nagyon jól, hogy sajnos azok az épületek, amelyek üresen funkció nélkül maradnak a városban, előbb-utóbb milyen sorsra juthatnak. Úgyhogy én ezt mindenképp egy sikerként könyvelem el, hogy sikerül megmenteni ezt az épületet, és hasznos funkcióval, olyan funkcióval megtölteni, amelyet egyébként az önkormányzat már évek óta kötelessége lenne ellátni. Úgyhogy én mindenkinek a támogatásában bízom és kérem ahhoz, hogy ezt az épületet értékesíteni tudjuk, és meg tudjuk tölteni tartalommal. A tárgyalások folyamán sikerült olyan biztosítékokat is beépíteni ebbe a szerződésbe, hogy ha valamikor is úgy látjuk, hogy szükséges a tulajdont visszaszereznünk, akkor van arra lehetőségünk, jogi lehetőségünk, hogy ezt majd meg tudjuk tenni. Tehát még egyszer köszönöm és kérem a képviselőtestület támogatását ebben az ügyben. Nem kioktatás volt, képviselő úr, csak időbe kellene a gombot mindig megnyomni. Hát nekem nem jelent meg. Nem jelent meg. Polgármester úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, alpolgármester asszony. Nem a napirendhez kapcsolódik, de képviselő úr felvetette, és abban igaza van, hogy nem lehetett róla tudomása, mert eddig külön nem említettük, de a Szikszinek az épülete is kérve volt az érsek úrtól, hogy az alkotmányúti óvodát és a Szikszi épületét hagyja meg az önkormányzat számára, ne kérje el a levelében. Úgy döntött, hogy csak az alkotmányútit, tehát így teljes. A másik pedig az, hogy ennek az alkotmányúti óvodának az egyház általi felújításával kapcsolatban nem kereste meg az egyház az önkormányzatot, semmilyen akadálya nem lett volna annak, hogy felújítsák, de ahogy ön is mondta, mindannyian örülünk neki, hogy egy új épület jelenik meg a városban, annak pedig különösen, hogy ennek az épületnek a mostani döntésünket követően egy új funkciója lehet, olyan funkciója, ami nekünk lenne kötelező feladatunk, és a baptista tevékeny szeretett misszión keresztül lesz majd ellátva a városban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor várok. További hozzászólást nem látok. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról most. Megállapítom, hogy 14 igen szavazattal a képviselőtestület a határozati javaslatot elfogadta. Harmadik napirendi pontunk, javaslat körzeti megbízotti kinevezés véleményezésére, tárgyalta az ügyrendi és rendészeti bizottság. Garami György elnök úré a szó. Köszönöm, elnök asszony, a bizottság megtárgyalt és 9 egybehangzó igen szavazattal javasolja a megjelölt körzeti megbízotti kinevezését. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hozzászólás nem érkezett. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról. Tizennégy igen szavazattal a képviselőtestület elfogadta a határozati javaslatot. Utolsó napi rendi pontunk, javaslat térfigyelő kamerák helyének kijelölésére. Előterjesztője a városi rendészet. Kérdezem, hogy szóbeli kiegészítés a rendészet részéről van? Nincs. Tárgyalta az ügyrendi és rendészeti bizottság. Garami György elnök úré a szó. Köszönöm, elnök asszony. Igen, a bizottság megtárgyalta, és 9 egybehangzó igen szavazattal támogatja a három kamera elhelyezését. Köszönöm. Köszönöm szépen. Polgármester úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, alpolgármester asszony, idejében megnyomtam a gombot, jól látszódott. Köszönöm. Lakossági figyelemfelhívás és igény érkezett ezeknek a kameráknak a kihelyezésére. Ugye két különböző szempontból problémás parkolóról van szó. A köznyelvben gyújtósi vagy grill parkolónak nevezett parkoló tekintetében többszöri bejelentés érkezett, sőt, saját szememmel is láttam egy-két esetet, amikor autók lettek összetörve, tehát ott nem tudom miért, lehet, hogy elátkozott az a parkoló, de folyamatosan törik benne az autókat, és sokszor ugye a tettes, az elkövető az nem áll meg,
és utána nem tudnak sokszor a nyomára bukkanni, ezért kérték, hogy helyezzünk ki kamerát ebben a parkolóba, hogy az autók épsége biztosított legyen ilyen szempontból, vagy legalább az elkövetőket könnyebb legyen felderíteni. Ezért az előterjesztés egyik része. A másik pedig a nagy parkoló. A nagy parkolóban pedig évek óta problémát jelent, hogy bizonyos csoportok ott összegyűlnek, és nem tudnak megfelelőképpen gazdálkodni a parkoló adta lehetőségekkel, hanem a körülöttük élő több száz vagy akár ezer embernek a nyugalmát is éjszakánként sértik, valamint közterületi alkoholfogyasztásról is érkezett már szó, vagy érkezett már bejelentés, amit aztán eltérőképpen értelmezett a rendőrség és a szemtanú, úgyhogy azt gondolom, hogy a kameráknak a kihelyezése az biztosítja, hogy ezeket a problémákat is könnyebben tudják majd a rendészet szakemberei, vagyis hogy a rendvédelem szakemberei megoldani, úgyhogy kérem a tisztelt képviselőtestületet, hogy támogassa az előterjesztést. Köszönöm. Köszönöm szépen. További hozzászólás nem látok. Kérném szépen, szavazzunk a határozati javaslatról. Megállapítom, hogy 14 igen szavazattal a képviselőtestület elfogadta. Az ülés lezárására átadom a szót polgármester úrnak. Tisztelt képviselőtestület, köszönöm mindenkinek a mai munkát, azt is, hogy teljes létszámmal tudtuk ezt a rendkívül ülést elkezdeni. Mindenkinek további szép napot kívánok, az ülést bezárom. A képviselőtestületi ülés véget ért, köszönöm a figyelmüket, további szép napot kívánok, maradjanak velünk!